Az anyatej jelentőségéről és egészségügyi előnyeiről tartottak tájékoztató felvilágosító rendezvényt a püspökladányi védőnők a művelődési ház aulájában július 30-án az anyatejes napon. Az egészségügyi világszervezet 1992-ben nyilvánította augusztus 1-jét az anyatejes táplálás világnapjává. Azokat az édesanyákat köszöntik ezen a napon, akik anyatejjel táplálják gyermeküket. A püspökladányi védőnők idén 7. alkalommal emlékeztek meg a napról. Augusztus első hete a szoptatás világhete, és a világnap pedig augusztus 1-je hivatalosan mi ma rendezzük meg. Püspökladányi szinten azt hiszem, hogy olyan 7. alkalommal, egyébként Magyarország 20. tehát ez egy jubileumi ünnepség is, 20. alkalommal kerül megrendezésre országos szinten a szoptatós anyukáknak az ünneplése. Ez az egy délután, amit az anyukák üdvözlésére szánunk. Az elv, ami miatt ez az anyatejes táplálás ünneplése kerül, a WHO kiadott egy nyilatkozatot, 20 éve az Innocetti nyilatkozatot, amelyben arra szólítja fel a tagországokat, hogy mindent tegyenek meg azért, hogy az anyukák legalább 5-6 hónapos korig kizárólagosan anyatejjel táplálják a kisbabájukat, hosszú távon pedig kívánatos az 1-2 évig tartó szoptatás a vegyes táplálás mellett. A szoptatás a világ legtermészetesebb dolgai közé tartozik, de vannak, akik kisbabájukat mégsem táplálják így annyi ideig, ameddig az előnyös volna. Az országos statisztika szerint körülbelül 40%, aki az előbb említett kívánalmaknak eleget tesz, mi ezt túl teljesítettük most az idén, illetve az anyukák, mert a 40%, ami körülbelül az országos átlag, mi több anyukát tudtunk itt ma felvonultatni. A tavalyi 130 megszületett kisbabából 60 édesanyát és kisbabát találtunk méltónak a meghívásra, tehát akik úgy tették a dolgukat, ahogy azt a társadalom is elvárhatja. Nyilván van, aki félti az alakját, félti a mellét, félti, hogy a kilók jobban rajta maradnak, de ez nem publikus felénk. Úgyhogy ezt nem szokták felvállalni az anyukák, még ha esetleg sejteni is lehet. Akkor van mások, ami miatt, vagy ahol egy pici probléma van, akkor mindjárt fel is adja az anyuka. Az első gyermekes anyukáknak időbe telik, míg megtanulják, hogyan kell helyesen táplálni a gyermeket. Ilyenkor nagy segítség számukra a védőnői szolgálat. Olyan eset is előfordul, amikor azokon az édesanyákon segítenek, akiknek nincsen elegendő tejük, vagy nem tudnak szoptatni. A legnagyobb probléma a szoptatással kapcsolatban, hogy nem úgy megy, hogy a kis ujjunkból rázzuk ki, ahogy gondolná valaki, hogy szoptatás, hát aztán mi az. Ez egyáltalán nem így van. Nagyon-nagyon küzdelmes munka. Az ösztönökkel születik a kisbaba, a szopási ösztönökkel. Általában az anyuka is tudogatja, hogy mit kell csinálni, de maga a gyakorlat, amikor a tettek mezejére kell lépni, az egészen más. És mindig vannak apró buktatók, ahol elakadnak és nem tudják, és az internet nem mindenre ad feleletet. Igenis kell, hogy akkor menjünk, segítsünk, fejjünk, masszírozzunk, merre tegyük, és lelkesítsük, és tartsuk a lelket az anyukákban, és másnapra fel erősebb lesz, és tudja folytatni. Ilyen elég régen volt. Hivatalosan, tehát amikor a társadalombiztosító fizetni is tud ezért, ilyen még régebb, évek óta nem volt, ugyanis nagyon nyomós indok kell ahhoz, komoly betegsége az újszülöttnek, hogy ő jogosult legyen arra, hogy a társadalombiztosító ezt finanszírozza. Háztól házig anyatej hordás az előfordul. Közellakók, szomszédok, egy utcában lakók, barátnők, előfordul, hogy egyik anyuka adja a másiknak a tejet. Tulajdonképpen mi ebben csak a megszervezésében segítünk, tehát összehozzuk a feleket. A lebonyolítás az teljességgel az ő dolguk, az anyatej lefejése, tárolása, hűtése. Az anyukák már a terhesség felfedezését követően felkeresik a védőnői szolgálatot, ahol tanácsokkal látják el őket. Egészségügyi szűrésekre küldik a kismamákat, és a helyes szoptatásra is felkészítik őket.
Legelőször akkor jönnek az anyukák hozzánk, amikor megvan az első nőgyógyászati leletük, amiben igazolják, hogy ők várandósok, és akkor hozzánk bejelentkezik, megcsináljuk a kismama felvételt, a papírmunkát, nálunk is van egy törzskarton, amiben az egészségügyi dokumentumait nyomon követjük és rögzítjük is a tanácsadóban, és utána általában havonta találkozunk. A 16. héttől kell majd az orvossal tartott tanácsadásra is jönniük itt Püspökladányban, közben pedig mi az otthonában is meg szoktuk látogatni a kismamákat. Tehát amikor jelentkezik egy kismama hozzánk, akkor mi rövid időn belül őt felkeresünk, elbeszélgetünk vele, elmondjuk, hogy miről is szól ez a terhes gondozás, hogy mi a jelentősége, hogy miért fontos, hogy ez az ő érdekét is szolgálja, hogy velünk kapcsolatban legyen. Szűrővizsgálatokat csinálunk, olyan szűrővizsgálatokat, amivel tehát súlyos betegségeket lehet a gyanújelét kideríteni, vagy hogy arra fény derüljön, és a bizonyos vizsgálatokat mi koordinálunk, mi küldjük el őket. Az egészséges gyermek fejlődéséhez elengedhetetlen az anyatej. Az anyatejben olyan semmivel nem pótolható anyagok találhatók, amelyek védettséget nyújtanak a fertőzésekkel szemben, erősítik az immunrendszert, csökkentik a bölcsőhalál és a különböző betegségek kialakulásának kockázatát. Emellett a szoktatás az anyának is jót tesz, mert csökkenti a merrák vagy például a csontritkulás kialakulásának kockázatát. Vannak testi előnyei, az anyatej nagyon egészséges, ez az, amit a kisbaba szervezet a legjobban tud hasznosítani. A tápanyagok úgy vannak benne, ami sokkal-sokkal jobban felszívódik belőle, mint a tápszerből. Tehát a tápszergyártók is próbálnak mindig az anyatej után menni, de hát természetesen azért az anyatej az teljesen más. Mi a kizárólagos szoptatást szoktuk nagyon ajánlani fél éves korig, amikor megszületik a kisbaba, fél éves korig nincs is rá szüksége, hogy mást kapjon, hogyha van elegendő anyatej. Az anyukának is nagyon egészséges, hiszen az ő szervezete is sokkal jobban regenerálódik, amikor szoptat, sokkal hamarabb visszanyeri a szülés előtti alakját, és súlyos betegségek is kimutatták, hogy ritkábban fordulnak elő, például az emlőrák azoknál az anyáknál, akik sokáig szoptatták a kisbabájukat. Az anyagyermek kapcsolatot is nagyon kedvezően befolyásolja a szoptatás, nagyon erősíti és elmélyíti. Természetesen sajnos vannak olyan esetek, hogy az anyuka szeretne szoptatni, de valami miatt nem tud. Ilyenkor különböző praktikákkal próbálják megindítani a tejtermelést. Hogyha olyan van, hogy nincsen anyatej, akkor próbálunk neki először is olyan módszereket ajánlani, amivel lehet serkenteni a tejtermelődést. Ez nagyon sokszor sikerre szokott vezetni. Vannak homeopátiás készítmények, gyógytájk, gyógynövényes készítmények, és ami még a legfontosabb, az igény szerinti szoptatás. Tehát minél gyakrabban van egy kisbaba az emlőre helyezve, annál több tej termelődik. Ha mégsem sikerül, akkor pedig tápszert kell a kisbabának ennie, általában kiegészítésképpen, semmiképpen sem szabad egy éves kor előtt bármiféle más tejkészítmény, például tehéntejet, vagy úgymond bolti tejet adni a kisbabának, tehát azt nem szabad. Hál' Istennek az én körzetemben nagyon jó a helyzet, a legtöbb anyuka szoptatja a kisbabáját, és nagyon sokan szoptatják fél éves korig kizáróan. Hát olyan is előfordul, amikor valaki nagyon szeretné, de mégsem sikerül, de azért ez, tehát elég kevés ez a szám. Ami hát kirívó eset nem nagyon van. A rendezvényen megjelentek először egy rövid beszédet hallgathattak meg a szoptatás fontosságáról. Az Egészségügyi Világszervezet minden évben meghirdet egy jelmondatot. Az idei az Értsük meg a múltat, tervezzük a jövőt címet kapta. A szoptatás jelmondatának a másik része, hogy tervezzük a jövőt. Ez azt jelenti, hogy az egészséges társadalomhoz, azon kívül, hogy egy kisbabát egészségesen kihordunk és megszülünk, a következő mérföldkő, hogy anyatejjel tápláljuk, és így megadjuk azt, hogy minél egészségesebb tagjai legyenek a társadalomnak. A kutatások legalább 100 féle olyan anyagot találtak, ami kizárólag az anyatejben van benne, olyan vegyi anyagokat, ami megmásíthatatlan, utánozhatatlan, és ezt teszi egyedivé az anyatejet. Ti persze, amikor szoptattok, akkor nem azon jár az eszetek, hogy hú, milyen fincsi vegyi anyagokat eszik most a kisbabátok, hanem az az érzés, az a,
a két ember között szinte más helyzetben elképzelhetetlen kötődés, ami köztetek és a kisbabátok között kialakul, ez történik akkor, amikor szoptattok. A szervezők zenei műsorral és ajándékkal is kedveskedtek az anyukáknak. A kismamák oklevelet vehettek át a védőnőktől. Esőt a napsugára, minden ember ablakjára. Ja Istenem, mi az oka, az enyémre nem sűcsófál. Ja Istenem, Focsai Júlcsi! A rendezvényre ellátogató édesanyák természetesen kisbabájukkal jöttek. Dr. Miklós Viktória Veronika nevű kislányával jött, és riporterünkkel megosztotta, nála bizony voltak nehézségek a szoptatás alatt. Kotra Veronikának hívják, és augusztus 4-én lesz fél éves. Gyakorlatilag a kezdetektől voltak problémáink, mert a kezdetektől nem volt elegendő mennyiségű anyatej. Végül is 5,5 hónapos koráig tudtam neki valamennyi anyatejet adni tápszeres táplálás mellett. Ugye a szakirodalom szerint napi 1 deci anyatej már biztosítja a gyermeknek azokat az immunoglobulinokat, ami amúgy megvédi őt a betegségektől, illetve nagyon fontos a, tehát hogy az anyatej összetétele az mindenképpen megfelel a baba igényeinek. Tápszert kapott a kezdeti időszakban, illetve 4 hónapos korától elkezdtem neki gyümölcsöket adni, illetve most már az ebéd és az uzsona az főzelék, gyümölcs, hússal, tejpéppel. Voltak olyan anyukák is, akiknek csak a szoptatás kezdetében voltak nehézségei, de mára már az anyatej mellett mással is etetik babájukat. Szerintem a legtöbb anyának van nehézsége, főleg, hogy ő az első gyermekem, de belejön az ember. Én úgy gondolom, hogy az anyatej az számára inni és ennivaló, és mindenféle fontos tápanyag benne van, ami neki szükséges, és ez a legolcsóbb, ha úgy vesszük. Miket kap még mellé? Gyümölcsöt, eddig alma, őszi barack, banán, meg egy kis zöldséget, tehát burgonya, sárgarépa, tök. Nagy Hédi, 9 hónapos lesz. Hogyan kezdődött, vagyis voltak-e nehézségeid a szoptatási időszakban, ki segített neked? Nem volt nehézség igazán, a tej rendesen beindult, ő nagyon ügyesen szopizott, tulajdonképpen... Nem tudnék problémát mondani. Sokkal kényelmesebb, egészségesebb, és az ő számára ez a legfontosabb, és nagyon nagy előnyére válik ő neki, meg a kapcsolatot kettőnk között erősíti. Főzeléket készítek neki, gyümölcspépeket, túrókrémet készítek. Az anyateljes napon a nagyobb gyerekek arcfestésen vehettek részt, míg az apróságok az anyukájukkal mondókákat tanulhattak a játszószőnyegen. Amikor
gyerek zsivajtól hangosan, jó hangulatban tartották tehát meg a püspökladányi védőnők az idei anyateljes táplálás világnapját városunkban. Ezen a napon a szoptató édesanyáké volt a főszerep, hiszen az ő felelősségük, hogy gyermekeik egészségesen legyenek táplálva.